Itt van mellettem Katus Attila, látta, hogy a magyarok próbált valamit segíteni. Mi volt az? Mert elsőre úgy tűnt, hogy sikeres, de aztán nem nagyon. Az igazság, meg kell tanulni esni, tehát hogy esünk, itt bárhol lehet esni, csak az a lényeg, hogy a kezet ki kell tartani, akkor a vödörből nem tudják kirúgni a vizet, és bárhogyan esek, a vödört, ha ki tudok tartani oldalt, akkor teli vödörre végig tudok menni. És ezt nem csinálták, leengedték a kezüket, abban a pillanatban elrúgták a vödröt. Vagy pedig a másik rossz verzió volt, hogy letette a kezét és azzal próbált támaszkodni. De most a vödört abban a pillanatban kérdődte. Ennyi az egész, és akkor nagyon jó szerepe lettünk volna. Állj föl! Ez az! Én vagyok az edző, ugye részt vettem ugye a castingokon, a válogatásokon, és nagyon sok tehetséges gyereket is lányt találtunk. A hangulat az ragyogó. 8 órakor a vacsora után összeállnak itt mondjuk a kb. 60-70 fiatal, és elkezdenek táncolni, csak ugyanarra a koreográfiára egy órát táncolnak, tehát egész különleges élmény számomra, meg kell, hogy mondjam, hogy egy ennyire internacionális közeg, annak a zene az tényleg ugyanazt jelenti, tehát egy nyelven beszélnek. Játék határok nélkül. Október 18-ától az M1-en.